Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. október 7-én, hétfőn pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Kiállításokkal, konferenciával és műsorral emlékezett Kiskörös október 6-án. Idén is ünnepélyes keretek között köszöntötte az időseket a város. Nagy gólarányú győzelemmel indította a szezont a kiskörösi KSE csapata. Október 6-án a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskörösváros önkormányzata, az Úttörténeti Múzeum és a Krámer Alapítvány ünnepi megemlékezést szervezett az aradi vértanúk halálának 175. évfordulóján. A szervezők a helyi múzeumokban kiállításokkal, konferenciával és emlékműsorral tisztelegtek az Aradon kivégzett vértanúk előtt. Október 6-án a Magyar Nemzet Aradi Vértanúk emlékére meghirdetett Nemzeti Gyásznapján az ország számos pontjához hasonlóan Kiskörösön is megemlékezést tartottak. Műsorral, konferenciával és kiállításokkal emlékeztek az Aradon kivégzett vértanúkra és a szabadságharc hőseire. A megemlékezés délelőtt az Úttörténeti Múzeumban kezdődött, ahol kiállítás nyílt Mérnökök a hazáért, Máderspá Károly és Máderspá Viktor öröksége címmel. Ez a kiállítás, ez tulajdonképpen már évek óta napirendi ponton van nálunk, hogy mikor és hogyan kellene megvalósítani, hiszen a Máderspák családdal mi nagyon jó kapcsolatokat ápoltunk és ápolunk is, de valahogy úgy hozta a sors, hogy évelején, amikor dr. Filus Erika igazgatóasszonnyal egyeztettük az aktuális évnek a programjait, ugye kiderült ez az október 6-ai konferenciának a terve, illetve hogy szeretnénk megvalósítani. És hát valamilyen szinten Máderspák Károly hídépítőmérnök és Vasmi tulajdonosnak a tragédiája, illetve feleségének a tragédiája, ez kapcsolódik október 6-ához. Az időszaki kiállítást professzor dr. Csorba László történész nyitotta meg. A Magyar Szabadságharc a 48-49 egyik nagy vizsgája volt a hazai mérnök társadalomnak, hogy ön meg tudják-e adni azt a segítséget a honvédő, az önvédelmi háborút vívő hadseregnek, ami a kor legmagasabb műszaki színvonalának megfelel. És ezért nagyon fontosak a mérnök dinasztiák, ahol a 18. század óta adták egymásnak apák és fiúk a tudást, egyfelől a kor értelmiségi szintjén, másrészt pedig benne volt ez a fajta öntudat, hogy a mi családunk az ezt az örökséget viszi tovább. Ez egyébként a humán literátus családokban is megvan, de megvan a műszaki értelmességi családokban is. És ezek közül is az egyik legragyogóbb dinasztia az a Máderspáchok. Délután a programsorozat folytatásaként a szakma legismertebb történészeinek részvételével tartottak konferenciát a Szabadságharc hősei és Petőfi Sándor emlékére a múzeum emeleti galériáján Hősök, vértanúk, áldozatok címmel. Dr. Filus Erikával, a múzeumnak a vezetőjével, intézmény igazgatójával beszélgettünk, hogy tekintettel arra, hogy az 1848-49-es forradalmi szabadságharc leverésének, valamint Petőfi halálának a 175. évfordulója lesz, kellene egy emlékezetesebb megemlékezés. Az elgondolásunkat ismertettük Domonyi László polgármester úrral, és kértük, hogy karolja fel ezt a kérdést, és nagyon rendes volt a polgármester úr, mert múlt év december 31-én a sellegi fogadalmi beszéd keretén belül fölvállalta a rendezvényt, felvállalta azt is, hogy a beküldött előadásoknak az írott formában történő megjelentetését is. Az előadók között ott voltak professzor dr. Csikány Tamás, professzor dr. Csorba László, professzor dr. Herman Róbert, dr. Kedves Gyula, Pejak István és professzor dr. Zakar Péter történészek. Alapvetően Petőfi és Kossuth kapcsolatáról fogok beszélni, ami ugye azért érdekes, mert mindkettőjükről óriási irodalom van, de ezen belül a kettőjük kapcsolat történetéről viszonylag keveset tudunk. Két kérdésre keresem a választ, az egyik az, hogy mikor találkoztak először személyesen, illetve nagyjából mikor kerültek egymásnak a látókörébe. Mivel október 6-a az apropó, így egy olyan esemény sort választottam, amelyben az aradi vértanúk jó része részt vett. Elsősorban azok, akik ott voltak a tábori főhadseregnél, Görgei beosztottjai voltak. És a szabadságharc egyik legjelentősebb
talán a legjelentősebb hadjáratával, a tavaszi hadjáratnak az egyik részével kívánok foglalkozni. Én a hadsereg szervezés történetét állítom előtérbe általában a munkáimban, de hát azért mégis csak legyen valami, ami Petőfihez is köt, úgyhogy azt találtam ki, hogy azt fogom most bemutatni, hogy hogyan alakult ki a honvédsereg tisztikara, kiből lettek ezek a tisztek, mi kellett az, hogy tiszt legyen, és ebből megpróbálok egy ilyen kerek egészet alkotni, azzal a hátsó szándékkal, hogy azért ki tudjam nyilvánítani, illetve demonstrálni tudjam, hogy azért az egy torz gondolkodás, hogy Petőfi érdemtelenül kapta meg a tisztérend fogadatát. A konferencia levezető elnöke, Krámer Iván magángyűjtő nyugalmazott alezredes volt. A vértanúk tiszteletére 18 órakor emlékműsort adtak a KSC Kiskörösi Vattai Technikum diákjai. Felkészítő tanáraik Májer Gubán Dóra Rita és Kardos Bence voltak. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott professzor dr. Herman Róbert történész. Az emlékbeszéd után a megemlékezés résztvevői tisztelettel adóztak az áldozatok előtt, egy szál virágot helyeztek el az emlékfalnál. Az emlékműsorral még nem értek véget az október 6-ai kiskörösi programok. A nap záró eseményeként Hősök, vértanúk, áldozatok címmel időszaki kiállítás nyílt Dobák Géza, professzor dr. Herman Róbert és Krámer Iván magángyűjteményéből, amelyet professzor dr. Csorba László történész nyitott meg. A kiállításokról, a konferenciáról hamarosan részletes beszámolót láthatnak a Kiskörös Televízió műsorában. Már hagyomány, hogy Kiskörösváros önkormányzata, valamint az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény minden évben megrendezi idősek napi ünnepségét. Idén október 4-én a Petőfi Sándor Művelődési Központban várták a város időskorú lakosait. Október 4-én Kiskörösváros önkormányzata, valamint az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény közös szervezésében került megrendezésre a hagyományos idősek napi ünnepség a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Az eseményen köszöntőt mondott Domonyi László, városunk polgármestere. Ebben a felgyorsult világban mindig nagy öröm megállni, találkozni, beszélgetni, együtt ünnepelni önökkel. Jó az ismerős arcokat felfedezni, megosztani az elmúlt év örömeit, emlékezni azokra, akik már nem lehetnek közöttünk, és felidézni a közös múlt legszebb pillanatait. Városunkban az elmúlt években a számos rendezvénnyel többek között azt szerettük volna elérni, hogy legyen olyan találkozási pont, ahol mindenki, fiatalok és idősek találnak kikapcsolódási lehetőséget, találkozási alkalmat. A polgármester háláját fejezte ki mindazért, amit a szépkorúak munkájukkal megteremtettek, és reméli, hogy megbecsülésünket minden nap ki tudjuk fejezni. Ezt követően köszöntötték Kiskörös legidősebb férfi lakóját, Polerecki Istvánt. Az iskolát itt Kiskörösön kezdte, végig kitűnő tanuló volt. Feleségével, Máriával gyermekként együtt jártak a vásártéri iskolába. Miután Cebéről hazatért, egyszer Máriáék háza előtt vezetett az útja. Mária éppen a ház előtt dolgozott, ismerték egymást, szóba elegyedtek. Máriának akkor volt udvarlója, aki fogságba esett. Végül a szíve Pista bácsi mellett döntött. 1948-ban házasodtak össze, közös életüket Máriáék szüleinek a házában kezdték. A szülőkkel és Mária akkor 8 éves testvérével Erzsébettel éltek egy házban. Mezőgazdasággal, szőlőműveléssel, állattartással foglalkoztak. A szülői ház mellett felépítették közös otthonukat. 43 évig éltek boldog házasságban. Polerecki István életkorából adódó fizikai állapota miatt nem tudott megjelenni az ünnepségen, így a részére összeállított ajándékcsomag a későbbiekben kerül átadásra. Az ünnepség folytatásaként követően köszöntötték Kiskörös legidősebb női lakóját. Vrabé Győzőné Edit néni 1923-ban született, így idén töltötte 101. születésnapját. Gyerekkorát Csengődön töltötte. A budapesti tanítóképző főiskola elvégzése után egy tanévet Csengődön tanított, majd a Kiskörös Felső Cebei Népiskolához nevezték ki.
A tanyasi osztatlan iskolában az elsőtől a negyedik osztály tanította 9 éven keresztül, ezután az alsócebei iskolában folytatta a tanítást. Mindkét helyen sok szeretetet kapott, mert nem csak tanította, nevelte is a kisgyerekeket. A 12 év tanyasi élet után a kiskörösi Vásártéri, majd a Petőfi Sándor iskolába nevezték ki. A köszöntők után Peller Károly, a magyar operett és musical színpadok egyik legkedveltebb és legismertebb alakja érkezett a színpadra, aki eleganciájával, humorával és lehengerlő színpadi jelenlétével magával ragadta a kiskörösi közönséget. A színművész egy zenés műsorral készült a kiskörösi szépkorúaknak, akik együtt énekelték vele a dalokat. Elképesztően jöttek az egész műsorral, énekeltek velem mindent, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nyilván egy előadónak az fontos, hogy szórakoztassa a közönséget, de az egy plusz, amikor a közönség is jól érzi magát, és visszajelzést kap az ember, és most tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy én is nagyon jól szórakoztam. A műsort követően az ünnepség résztvevőit vendégül látták a Petőfi Sándor Művelődési Központ emeleti aulájában. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolája első alkalommal csatlakozott a Teremtés Hete rendezvényhez, amelynek célja, hogy országszerte szeptember 29-e és október 6-a között teremtés érzékenyítő és szemléletformáló események valósuljanak meg. Szeptember 29-e és október 6-a között a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája első alkalommal csatlakozott a Teremtés Hete rendezvényhez, amelynek célja, hogy országszerte teremtés érzékenyítő és szemléletformáló események valósuljanak meg. Mivel a szemléletváltásra a gyerekek a legfogékonyabbak, ezért nagyon fontos, hogy már az iskolában megismerjék a téma jelentőségét, és tudatában legyenek a személyes érintettségüknek. A témahéthez kapcsolódó iskolák maguk szervezték meg a heti programot. A programok összeállításánál fő célom volt, hogy rámutassunk a gyerekeknek a környezetvédelem fontosságára, a fenntarthatóságra, hogy a gyerekek maguk is tudnak tenni azért, hogy a teremtett világuk minél tovább fennmaradjon. A hétfői nap folyamán a gyerekek egy környezetvédelemmel kapcsolatos mesét hallhattak, majd utána a téma fontosságáról beszélgettek. Kedden pedig Pető Szűcs Mária áhítatával kezdődött a nap, ami szintén a teremtésvédelem jegyében zajlott. A gyerekek hallhattak arról, hogy minden, amit Isten megteremtett, tökéletes és hibátlan, de sajnos az emberek elhanyagolták, pusztítják ma is ezt a világot, de Isten nekünk adta a felelősséget, hogy vigyázzunk a teremtett világra. A gyerekek a héten tudatosan az Isten fiai és lányai próbáltak lenni, hogy akik segítették a teremtett világot olyanná válni, amilyennek Isten megálmodta. Ugyanezen a napon délután a gyerekek rajzot készítettek a hétfőn hallott meséről. A rajzokból kiállítást rendeztünk az aulában, amit szívesen így megtekintik egymás alkotásait. Szerdán a diákok a város imaházai és templomai környékén gyűjtötték a szemetet, míg csütörtökön almafát ültettek az iskola udvarán, melynek ültetési munkálatait nagyon élvezték. Ez az alkalom is remek lehetőség volt, hogy tudatosuljon bennük a környezetükért való felelős viselkedés. Pénteken pedig a tudatos közlekedés jegyében, akik kerékpárral, illetve rollerrel érkeztek az iskolába, egy kis meglepetéssel jutalmaztuk őket a bejáratnál, és ezzel a programmal zárult a témahetünk, és úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas, edukatív hét volt, amikor a gyerekek tanulhattak a fenntarthatóságról, illetve ők maguk is tehettek a környezetük védelméért.
Rákóczi Andrea elmondta, hogy bár ő az alsó évfolyamos osztályok bevonásáért volt felelős, azonban a felsőbb évfolyamosok is csatlakoztak a héthez. Így a teremtés hete sikeressége miatt nem tartja kizártnak, hogy jövőre is csatlakoznak a megmozduláshoz. Az országos könyvtári napok keretében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár meghívására érkezett városunkba Gévai Csilla író, aki a Négy Elem titkai címmel tartott környezetvédelmi előadást a gyermekeknek a zsinagógában. Szeptember 30-a és október 4-e között került megrendezésre az országos könyvtári napok, mely eseménysorozathoz a kiskörösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár is csatlakozott. Az elmúlt héten gyermek és felnőtt programok, könyvajánlók, ingyenes beiratkozás és amnestia várta a könyvtárba látogatókat. Október 3-án Gévai Csilla író érkezett városunkba, hogy előadást tartson a gyermekeknek a környezetvédelemről, mely a Négy Elem titkai címet kapta. A négy elem a tűz, a víz, a levegő és a föld, és ezeknek az elemeknek a kapcsolatáról beszélgettünk. Előadás formájában tartottam itt a zsinagógában előadást, de a gyerekekkel igazából eszmecserét folytattunk a környezetvédelemről, a környezeti jelentőségekről, és arról, hogy miért fontos például megismerni ezt a négy elemet, miért fontos, hogy tudatosítsuk magunkba például azt, hogy hány százalék a testünknek víz, és hogy hány százaléka a testünknek víz, és hogy mi itt, földlakók, hogyan tudjuk megóvni a bolygónkat, és hogy egy gyerek például meg tudja-e óvni, vagy tud-e olyan cselekedeteket végrehajtani, amivel meg tudja a saját környezetét, vagy a bolygóját óvni, tisztítani. Az előadáson a helyi általános iskolákból érkezett gyermekek Gévai Csilla könyvein keresztül is ismerkedhettek a környezetvédelem fontosságával, hiszen a mesekönyvek rengeteg segítséget nyújthatnak az új ismeretek elsajátításában. Az előadás pedig gondolatokat ébreszt a fiatalokban. Ezek az előadások pontosan azért jók, mert sok gyerek gyűlik össze egybe, és ők is lehet, hogy mondjuk legközelebb már megmernek szólalni ebbe a témába. Most látja, hogy a Pistike meg a Zolika milyen értelmesen hozzászólt, vagy milyen okosakat mondott. Tehát hogy a gyerekek inspirálni tudják saját magukat és egymást is. Gévai Csilla elmondta, hogy a közönség befogadó volt az előadás iránt, hiszen elmondható, hogy a gyerekek otthonosan mozognak a környezetvédelem témakörében. A négy elem pedig kiválóan szemlélteti földünk életének összetettségét. Nekem van egy kolléganőmmel együtt, Korodi Eszterrel együtt van egy környezetvédelmi programunk, és a módszertanunk neve az a négy elem módszertan, fiúról apára program, és ez arról szól, hogy már óvodáskorban, sőt, voltunk már bölcsödékben is, tehát már nagyon pici korban el lehet az érzékenyítést kezdeni a természeti környezetünk irányában, és ez a legkönnyebben úgy érhető el, hogy a négy elemet hívjuk segítségül. A tűz, a víz, a levegő és a föld, és ezeknek a kapcsolatát. Mert ugye minden mindennel összefügg, és ezért nem mondhatjuk azt, hogy mi csak egy elemmel foglalkozunk, hanem pont a komplexitását lehet megmutatni a tűz, a víz, a levegő és a föld elemek jelenségekor. A Négy Elem titkai című előadás a társadalomtudományt és a természettudományt egy kis önismerettel fűszerezve ötvözte, így számtalan újdonságot is tanulhattak a gyerekek. Gévai Csilla október 3-ai előadásáról készült bővebb összeállításunkat pedig holnapi híradásunkat követő Petőfi tér című kulturális műsorunkban tekinthetik meg. Október 5-én a sportcsarnokban mérkőzött meg egymással a Vármegyei első osztályú bajnokságban szereplő Kiskörösi KSE és a Soltvadkerti TEBS Plastik gárdája. A mérkőzés nagy gólarányú kiskörösi győzelemmel zárult. A Kiskörösi KSE Vármegyei első osztályban szereplő csapata október 5-én a Soltvadkerti TEBS Plastik gárdáját fogadta a sportcsarnokban. A találkozó jól indult a kiskörösiek számára, hiszen a 8. percben már 5-0-ra vezettek a hazaiak.
Felkészültünk mindannyian, egész sok edzésmunkánk van az elmúlt időszakban, a magas létszámmal veszünk részt az edzéseken, a fiatalok is remekül be tudnak épülni, nekünk is motiváció kapusoknak, hogy ezért a fiatalabb, zsiványabbak gyerekek ellen is tudjunk bizonyítani, úgyhogy teljes fókuszban voltunk már a mérkőzés elején is, ez az 5 vagy 6 nullás kezdés is egy remek alapot adott a mérkőzés hátralévő részére. A kiskörösi együttes gyors játékának és Petróci Kis András bravúros védéseinek köszönhetően tovább tudta növelni előnyét a gárda, így 16-6-os félidei eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok. A kiskörösiek pedig a hatalmas előny ellenére is tovább küzdöttek a második játék részben. Minden tiszteletet megadunk az ellenfélnek és a szurkolóknak is azzal, hogy az egész hetes vagy egész hónapos vagy a felkészülésünket itt az alapozásra gondolok. Megmutassuk azt, hogy igenis komolyan vettük, és igenis kiszolgáltunk mindenkit. Szerencsére a fiatalok is több játék lehetőséget kaptak, akik eddig még a felnőtt mezben nem nagyon léphettek pályára, megszerettek az első gólok, úgyhogy motiváltuk egymást a fiatalok is, nyilván egy nagyon nagy plusz erőt ad, hogy ennyire még lelkesek. A találkozó végül 30-14-es gólarányú kiskörösi győzelemmel zárult, amely Petróci Kis András és Judák Gergő kapus teljesítményének is betudható. Jól működik a közös munka, oda-vissza egymást építjük, támogatjuk, itt a kispad mellett is, hogyha észrevétel van, egyből jelezzük a másiknak. Itt azért fontos itt a mai mérkőzéssel kapcsolatban megjegyezni, hogy remek védelmünk is volt előttünk, nagyon sok sánc munka volt. Sokszor nagyon kiszorították a szélsőket, tehát azért nekünk is meg volt könnyítve a dolgunk, de építjük egymást, és jó barátok is vagyunk. A kiskörösi KSE vármegyei első osztályú csapata ezzel a győzelemmel megszerezte a 2 pontot, így jelenleg 2 ponttal a tabella első helyén állnak a 6 csapatos bajnokságban. Legközelebb pedig október 12-én lépnek pályára a fiúk, amikor a Balog Tészta TVSE együttesét fogadják. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Kiállításokkal, konferenciával és műsorral emlékezett Kiskörös október 6-án. Idén is ünnepélyes keretek között köszöntötte az időseket a város. Első alkalommal csatlakozott a Teremtés Hete rendezvényhez a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája. Gévai Csilla tartott városunkban előadást a gyerekek számára. Nagy gólarányú győzelemmel indította a szezont a kiskörösi KSE csapata. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a Kiskörös TV közösségi média felületein. A híradót követően sportközvetítésünk következik, melyben a kiskörösi KSE vármegyei első osztályú csapatának és az STE BS Plastik gárdájának október 5-i mérkőzését tekinthetik meg felvételről. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!